Filóné Ferenc Ibolya személyesen adta át az önkormányzat ajándékát az ifjú édesanyának. Pongrácné Kocsis Réka két hónapja hozta világra első gyermekét, Bendét. Ez egy új érzés, még igaziból nem is fogtuk föl. Még barátkozunk a dologgal, meg még a Bendével is. És hát igyekszünk most még túlélni ezeket az első heteket, aztán majd kielvezzük a jó részeket is. Bendinek egy kicsit fáj a hasa, és így egy picit nehéz vele az első pár hét. De hát majd túl leszünk ezen is. Réka azt mondja, nagyon sok segítséget kapnak a családjuktól, a két nagymama pedig igazi kincs ilyenkor. Az édesanya hozzátette, nagyon jó dolognak tartja, hogy Bonyhádváros önkormányzata ilyen módon köszönti új lakóit. A 20 000 forint értékű babacsomag osztását az idei évben kezdték meg a Völgységi városban. 2021. januárjától minden Bonyhádra született családba, akik kérik az önkormányzat ajándékát, azt személyesen elviszük. És számomra is egy nagy élmény és öröm, a mai nap is ilyen volt, hiszen az a 10 család, akiket meglátogattunk, azok közül nagyon sok volt régi barát, ismerős, volt szomszédasszony, az én korosztályomból többen nagymamák már, és nagy örömmel találkoztam a családdal, a nagymamákkal, az ifjú anyukákkal és a pici babákkal, akik egyik szebb volt, mint a másik, hogy örömmel látogattuk meg őket, és annak is nagyon örülök, hogy ezt a kezdeményezést, ami egy saját ötlet volt, és mi a Városházam úgy gondoltuk, hogy ezzel is erősítjük a szülőföldhöz való ragaszkodást és a családoknak a helyben tartását, azt már nem az Életfa programmal kezdjük, hanem ezzel a babacsomag átadással, hiszen már az Életfa ültetéskor nem először találkozunk ezekkel a családokkal és a kisbabákkal, ősszel gyakorlatilag bízom benne, hogy az a közel 100 kisgyermek, amely majd Bonyhádra születik ebben az évben, azoknak fát is ültethetünk a babacsomag mellé. Egy róka van a csomagban, amely levendulás, illetve sópárnás kis rókafigura, illetve egy nagyon szép takaró kis párnával. A színek is trendiek, most úgy látom a mustárt, nagyon szeretik a mustár szint az ifjú anyukák, ennek általában a fiús anyukák igazán örülnek, de bízom benne, hogy mindenki örömmel fogadja a város ajándékát. Közel 100 családhoz jut el egy év alatt a babacsomag a Völgységi városban, és emellett ezzel a kezdeményezéssel egy helyi vállalkozót is segítenek, hiszen Bonyhádon készülnek ezek a termékek.